Így mindenki, aki tudna ezt után. Most 10 dologról fogok mesélni, amire mindig nemet fogok mondani. És ez lesz az a 10 dolog, amire annyira nem mondanék, hogy azt is mondanám soha a büdös életbe, és még a világért se. De akkor se, ha addig jön. Hajthatatlan vagyok ezekben, és nem felséges előkönni, teljes időpocsékolás. Jó, kezdjük a kevésbé fontosakkal. Tetoválás. Nos, ahogy vettétek észre az iszappakolás kihívásból, hát sehol nem volt rajtam tetoválás. Csak my fault. Én nem rajongok értük. 20 év múlva sem tenni. Mégis nem tudnám elviselni a karomon, és nem borotválnám le magamat. A szőreimet ezért. Maradjunk ennyiben. 2. Levágni a hajam. Rövidre vagy kopaszra. A 4,5 év alatt azt vettétek észre, hogy sosem vágtam le a hajam. Én csak az ofinámat vágom le itten. Mert bántja a szememet. És apámnak is hosszú haja, meg a nővéremnek is. Meg az unokatesóimnak is. Leszámítva a nagybátyáimat, meg a tesóm fiát. És hát mondták, hogy itt az ideje levágni a hajamat, tehát én erre is védekeztem. Hogy mi abban a fairplay, hogy apának soha ne vágják le a haját, nekem még igen. Hát ebben nincs semmi fairplay, hát így mondom. Sőt, hát Rockstarnak is hosszú a haja. Itt a nem teljesen lényegtelen, tehát. 10. Tisztelni azokat, akiket utálok, vagy csúnyán megaláztak. 4. Hát sajnos sok emberkel találkozom, aki megérdemli, hogy gyűlöljem őket, mert rosszat tettek velem. Sértegették engem, rossz indokot adtak az utálatra, illetve csúnyán megaláztuk azzal, hogy rossz indokból kidobtak a cégből. Én azt mondom, be kell tiltani az olyasmit, hogy úgy ítélkezzenek az emberek, hogy elég, ha ránézek, is baj van. Na, az ilyet nem lenne szabad tenni senkinek. Ez teljesen nem fair. Márki, aki ezt tette velem, azt már élet. Mindig fogom utálni. Ezek nem érdemelnek tiszteletet. Még aki elszokott dolgozott, azt se érdemel. 4. Unalmas rendezvényekre és misékre járni. Voltam már misén, és képzeljétek, mi történt? Körülbelül 2-szer. Mind a 2 alkalommal nagyon halálra untam magam. 1 órán keresztül. Képtelenség volt még hallgatni a pap bibliai szavait. Annyira fáradt voltam, hogy leragadt a szemem. Sőt, aztán ott vannak a színházi előadások, hát azokat is. Azok is döguralmasak, egyszerűen nézhetetlenek is, főleg középiskolában azok voltak. Voltam néhányom, meg kötelező volt járni, de halálra untam magam a közben. Volt még 2 is, ahol fellőttek, pisztolyt lőttek fel az égbe, és én megijedtem. Meg volt olyan is, amit nagyon lehetett fújolni. Azóta nem járni szívesen se színházi előadásokra, se mozikba, meg olyanokra se, hogy borfesztivál, vagy ilyesmi. Olyan fesztivál, ez a Szigetfesztivál esetleg, ha nem lenne túl drága. 5. Olyan ételeket, italokat fogyasztani,
amiket utál, amiket ki nem állhatok. Azt érem van, hogy sok mindent utálok az ételek italok között. Hát az ételek között, amit nem igazán bírok, azok a köménymagos, borsos ételek. Meg aztán az olyan hagymák, amiben lehet ízelni a hagymát. Hát körülbelül alig lehet ízelni, de... Például... A legjobb krumpli a sült krumpli, a legrosszabb pedig a krumpli saláta. Azt nagyon utálom. Soha nem ennék olyat. A dinnyék közül nem szeretek az a sárga dinnye, meg a cukor dinnye. Na de ezt egy másik videóban is elmesélhetném, hogy milyen ételeket és italokat tudnak, csak egy szavatokba kerül. Italokban már nem bírom a tonikot, a kávét sem iszom szívesen, pedig igaz, hogy ittam egyszer élőben. Meg az alkohol. Hat. Bulizás és tánc. Mi a baj velük? Egy. Az alkohol. Kettő. Céltalan. Szerintem. Minek menjek buliba egyszer? Nézhetem YouTube-on is a diszkót. Vagy hallgathatom a diszkót. Hát ez jobb, mint te. Emeli bújba és berúgni ottan, meg táncolni. A tánc akkor, táncok akkor van igazán célja, hogyha táncművésznek még. De én nem lehetek profi táncművész, úgyhogy céltalan számomra. És unalmasabb, mint játszani. Minél többet többet bújzok, annál unalmasabb. Itt dohányzás. A gáz megkérdezik, hogy akarok egy cigit. Na megmondtam, hogy nem dohányzom. Sőt, ez 4-20 euróban. És én nem dobom légy, és ez nekem költség? Hát, hozzászoktam volna, a több költségem nem itt jelenleg. Még az egészség is persze káros. Nyolcék, és a harmadik legfontosabb dolog, az alkohol. Ezt nagyon utálom, rohadtul. És számtalan jogom van utálni. Egy. Például az ittas vezetéség. Kettő. Többek halált okozta, mint a játékfüggőké. Három. Egy szemét. Egy nagyon rossz ember. Erőszakoskodott, mert nem adtam neki. Úgy kopasz ember volt az illető. És meglökött erre. Hogy rohadna meg az a balom. Nem értem, milyen jogom mehetsz egyetlen, ez nem volt joga. Meg aztán, de van több ok is. És hányok halált okozta, abból sorolhatok valamennyit. Nézzetek olyan videókat, ahol az alkohol okozta a halált. Meg aztán a Fast Ways to Die-ban is van olyan rész, ahol alkohol okozta a halált. Meg volt egy gyerekszínész, aki... Úgyhogy szintén az alkohol okozta a halálát, de legfőképpen inkább a nagyon gonosz apja. Például Bars Judit. Saját apja ölte meg, mert egy gonosz alkoholista volt. Meg aztán, ami még fontosabb... Még engem örültnek tartottadok... Hát van egy rossz hírem. A nagyapám... Hozzám képest egy szörnyeteg volt az alkohol miatt. Az ivás miatt nagyon erőszakos volt. Anyám rettentesen gyűlölte a szüleit, legfőképp az apját. Anyámat akkor is vették, amikor valami jó dolgot tett. Például, hogyha könyvet vett. Annyira megkesítették az életét, mint te. Mint Edmund Kemper anyja. De főleg, nagyapám egy igazi diktátor volt. De a legrosszabbat is megtette. Olyan brutálisan verte a családját, hogy a feleségét kórházba juttatta. Igaz, hogy halott,
de ő a család leggonoszabb tagja. És ez engem felold attól, hogy játszok, mert tehát egyszer különben vagyok, mint a nagyapám. Tehát ezek után szokjak hozzá az alkoholhoz? A világért se. Mert gonosz itt, ami a tisztes férfiakat is ongyen bejteszi. Igaz, hogy Király Nádi ezt mondta a rumról, de hát a többi, de a pálinka sem különben, mint a rum. 9. Szerelem. Mint említettem, engem lehetetlenség rávenni a szememre, és komoly okai vannak ennek, és nem is egy. Mindenki csak jó dolgokat mond róla, pedig az dolgokat meg se említi ki. Azt hiszik, hogy csak jó dolgok van benne, de én nem vagyok ennyire hülye, hogy bedüljek neki. Hát az állandó összeveszés, a felelősség, a törődés, a gyerek, pénzen való oszkoskodás, háztartás. Van az egészség és a toxikus kapcsolat. De én nem igazán ismerek annyi olyan embereket, akinek van egészséges kapcsolatuk. Többnyire toxikusokat ismerek. Mások számára rendkívül nagy. Tesóm is szakított már el férfival. És hogy lenne ez nálam másképp? Sőt, arra készítené, hogy válasszak a játék és a nő között. Hát akkor inkább szakítok a nővemet. Mert azt nem engedhetem meg, hogy bárki leszoktasson játékról. Hát egyszer is arról máskor is fog. Meg aki flörtöl velem, hát annak nehezen tudok hinni, mert nagyon nagy a valószínűség, hogy hülyéskedik. Nekedek ők próbálkoztak erőködni azzal, hogy legyen barátnőm, de hiába. Mert engem nem lehet a mindenféle hazugságokkal átvenni. Nekem már számtalan szó hazudtak az emberek. És mindenféle szánalmasságokat mondtak. Azóta nem bízok emberekben. És végül a legfontosabb dolog abba hagyni a videózást. Már 4,5 évvel ezelőtt elszólt annak az esélye, hogy leálljak vele. Megfogadtam, hogyha elkezdem, nincs visszaút. És már nincsen visszaút. Sehogy se lehet engem rávenni, hogy hagyjam abba. Nem tudtok olyat mondani, amivel leszoktathattam. A végjátszásokon csinálok, arra van, hogy megörökítsem őket. Úgyhogy amiket megnyertem, azokat megörökítsem, mert nem áthatom senkinek se, hogy milyen játékokat nyertem meg, ha nincs bizonyítékom. Itt kötelező a bizonyíték, ezt már 5 év ezelőtt megtanultam. De hát, és ennek bizony van célja, az, hogy megnyerem és aztán győzelmistába teszem. Egyszer már megmutattam azt a győzelmistát, de majd évvégén meglátjátok, hogy mennyivel nőtt. Én nem vagyok hajlandó haladni a korra. A felnőtt szórakozása unalmasabb. Mint a bulizás, tánc, hülyeskedések, meg a női témák. Állandóan folyton csak erről beszélgetnék, amik még egyszerűen céljuk sincs. Hát amikor a végjátszásba kezdtem, már tudtam előre, hogy találtam valamit, amivel felvettem a versenyt a legjobbakkal. De ez az egyetlen dolog, amivel fel tudom venni versenyt a legjobbakkal. Ezért én sem akarom abba hagyni. Minél több jobban nő a győzelmista, annál profibb vagyok. És jobban tennétek, hogyha abba hagynátok, hogy elsőként kezelitek a játékfüggőkét. Szóval, ez az összes, amire sehogy semmi. Ne erőködjetek abban, hogy valamelyikben igent fogok mondani. Semmi olyat nem tudtok mondani, amivel leállíthatok ezzel, mert én nem szeretem az unalmas dolgokat, meg a céltalanságokat. Én jobban szeretem azt, amiben lehet győzni, vagy aminek van célja.
Ja igen, szerelembenek, hát cél a gyerek. De mi a baj a gyerekkel? Sajnos volt nálunk valaki, aki nálunk aludt, és egy idegesítő volt. Mi állandóan sétégetett. Én örömmel kidobtam volna őt, mert megérdemelte volna. De a család azt nem engedte. És hát azért mindennek megvan a határa. Én nem látom, hogy... Hát én sem voltam normális, de... Ha nekem egy gyerekem, ő is idegesítene engem. Meg azt is megtanultam, hogy, hogy a gyermek egy nő és egy férfi alkotása. De viszont a csatorna, ott lehet vagy anyja, vagy apja. És én ezután gémítsenek, én vagyok az apja. És ezért indokot adhat arra, hogy ne kelljen gyerekre gondolnom. Legalább az nem tud idegesíteni. Én bármi elkövetnék azért, hogy az életem ne legyen egy valóságos pokol. Bárki, aki erőködik, örülne neki, hogyha az életem pokolá menne. Úgyhogy hiány, ne is próbálkozzatok, mert időpótsékolás. Nem tudom mi ezt legközelebb, de majd meglátjuk. Jó van, iratkozzatok fel, nyomatok egy lájkot. És legközelebb is majd elfordul, hogy amikor 10 dolgokról beszélek. Tehát, de nem ez volt az eső, hogy azt mondtam 10 dolog, vagy az, hogy top 10. Úgyhogy számítok pedig többen is. Tehát ide nem írtam be, hogy munka, sport vagy ilyesmi. Ez a 10 dolog, amire nem elég. Ne erőködjetek, mert nem értek el vele semmit. Ha hallgatnék bárkire, és hagyom abba a videózást, akkor a trókodók malmára hajtanám a vizet, és akkor... És annak borzalmas végkimenetele van. Jó. Ennyi volt mára, azt hiszem. Úgyhogy sziasztok!